Kedves vendégeink, most következik a Pálos olvasókönyv bemutatása. Kérem Sudár Anna Máriát, a kötet szerkesztőjét, az Országos Széchenyi Könyvtár munkatársát, Puskás Róbert Antal Pálos tartományfőnök urat, valamint beszélgetőtársukat, Matula Ágnes, kulturális szerkesztőt, a Magyar Rádió és a Duna Televízió korábbi munkatársát, hogy foglalják el helyüket itt. Mindenek előtt hagy egészítsem ki az imént hallottakat, ugyanis tavaly januárban nem csak Sudár Anna Máriát tüntette ki a Pálos rend azzal a szép kitüntetéssel, hogy a rend barátja és első nőként, hanem Török Máté is konfráterré lett nyilvánítva ez alkalommal, úgyhogy így a hitelességük azt hiszem mindenképpen megnövekedett ebben a témában. Hogy kérdezzem a Szálve Regina elhangzása után Antal atyát, hogy hol helyezkedik el ez az antifona a pálos lelkiségben, és hogyan is határozhatnánk meg a pálos lelkiséget? Esténként szoktuk énekelni ezt a befejező imaóra, vagy latinosan a kompletórium után. És ez egyben egy átadása az éjszakának, önmagunk átadása, de egyben egy tágabb lelkületet is kifejez egyben, mert hogy ugyanez minden szerzetes rend énekli, úgy gondolom, akik főleg a monasztikus rendek így este felé, de kifejezi azt a anyának, a szűzanyának való átadottságot, ami nélkül nem lehet igazán szerzetesként élni. Tehát valahogy ezt az otthonosságot fejezi ki, hogy az ember elbúcsúzik édesanyjától gyerekként, és úgy tér nyugovóra, valahogy hasonlóan élem meg én. És azt gondolom, hogy ez egy közös tapasztalat. És ez jellemzi akkor úgy általában, ez jellemző a pálos lelkiségre, a szűzanyához fordulás például, vagy... Igen, ez egy nagyon korán már a rend lelkületébe, lelkiségébe beépülő elem, a szűzanya tisztelet, ami nyilván a katolikusságunkra általánosan jellemző. De ahogy nézzük a rend történetét, nagyon korán belekerülnek vagy pálosok nagyon korán olyan helyekre kerülnek, ahol szűzanya kegyhelyek vannak. Gondoljunk csak a talán legismertebb jasznagórai kegyhelyre, amit már a 14. században pálosok tartanak fenn, és a csehszlovákiai kegykép, a Fekete Mária őrzésének a helye. Aztán később máshol is, ahogy lassan a rend eljut egy-egy helyre, akár Felvidéken, akár aztán Németországban, vagy a további helyeken, mind Mária kegyhelyekre kerülünk. Istennek a gondviselése, ez úgy gondolom. És nekem úgy tűnik, hogy ez a pálos lelkiség Anna Máriát is megihlette, ugyanis úgy tudom, hogy körülbelül 10 éve talán már készül szívedben, lelkedben ez az antológia, és olyan hatalmas gyűjtő és kutató munkát végeztél, és nem csak azt, hanem alkotó munkát is a kötetben, hogy szerzőjeként is tekinthetünk. Hogyan alakult ki, hogyan jött létre ez a vonzódás a pálos lelkiség iránt, és a előadó művészi, szerkesztői, irodalmi munkádban is ez hosszú ideje már rendre megjelenik. Köszönöm ezt a kérdést, én is szeretettel köszöntök mindenkit. Igen, én a pálosokat hívőként ismertem meg egészen egyszerűen, ahogy egyébként nagyon sokan, és azt látom az elmúlt 20 esztendőben, mert hogy ez 20 esztendeje volt, hogy örvendetesen gyarapodik azoknak a száma, akik hívőként megismervén a pálosokat, egyéb más dolgokban is kapcsolódnak aztán a rendhez, akár Sarba Gábor, aki jóval előbb ismerte meg a pálosokat, mint én, és sorolhatnánk a sok-sok nevet, akik segítik a rend munkáját. 2008-ban volt, amikor az akkori pálos tartományfőnök Bátor Botond atya, aki a Hargita fürdői előjáró most, egy ilyen tapogatózó kérdést tett fel, hogy nem lehetne-e
pálosokról egy pódiumműsort készíteni, és akkor én kicsit meglepődtem, de mondtam, hogy bizonyára lehet. Ő mondta, hogy hát itt van Eperjes Károly, aki jár hozzánk a sziklatemplomban, meg hát lehetne mást is. És akkor végül a Mistral együttessel való közreműködéssel, ez így nem jó, a Mistral együttessel való közreműködés eredményeként létrejött a pálos műsor, amiből aztán egy CD is lett. És azért mondtam ezt el, mert nagyon fontos, hogy itt volt az a gyűjtőmunka során, hogy ahogy olvastam, egyre másra tapasztaltam, hogy sok-sok olyan szöveggel találkozom, amelyek a színpadon nem tudnak megnyilvánulni. Mert túl hosszú részletet kellene belőlük kiválasztani, vagy ki kellene szakítani a kontextusból, és akkor elkezdtem ezeket gyűjtögetni, először még mindenféle cél nélkül, egy fájlban, és akkor már egy olyan több mint 200 oldalas volt ez a fájl, amikor dr. Szentirmai Tamással, a rendhivatal vezetőjével beszélgettünk arról, hogy lehetne ebből valamit egyszer csinálni, és amikor megérkezett a nagy kormányzati támogatás, amelyet a szerzetes rendek kaptak, akkor ebbe a, hát nem is tudom, robosztus méretű programba, elképesztő méretű munkába bekerült ez is. És így jelenhetett meg, tehát ez volt a háttere annak egyébként csak a programon belül 15 kiadvány jelent meg, és ez az utolsó. De hadd mondjam el itt már az elején, hogy én több kötetben is munkálkodtam, és azért mutatom föl, mert az imént elment már Török Máté, aki énekelte a Salve Reginát, egyébként ennek a kötetnek az arculattervezője és a nyomdai előkészítés is az ő munkája, sőt a fotó is az övé, amely a borítón van, ugye ez a Pálos könyvtár, a mai központi papi szemináriumban, annak az épületében, amely ugye egy pálos kolostor és egy nagyon fontos helyszín volt a 18. században az egyik díszlépcsője, amely egyébként kapcsolódik az Országos Széchenyi Könyvtárhoz is, hiszen annak idején ott helyezték el először a Nagycenkről föl érkezett köteteket, hiszen, és ez már egy másik történet, a Pálos Könyvtár akkor már nem volt ott. És gondolom, hogy ez az anyag megjelent részleteiben, azokon a kiállításokon is, ami az elmúlt években látható volt, például a Fehér Autóbuszban, a Pálos Busz és a többi Nemzeti Múzeumi kiállításon is. Igen, igen, a Pálos Buszban is, ez is ugye a Boldogozsé program részeként valósult meg, és természetesen ezek a szövegek, ezek a részletek megjelentek itt-ott, és arra is jó volt, hogy mindig tovább olvastam, és mindig újakat kerestem, ahogy ezek az újabb feladatok voltak. Ismét Antal atyához fordulnék. Az az érzésem, hogy nem igazán érthetjük meg az olvasókönyv szövegeit, hogyha nem ismerjük valamennyire a Pálos rend történetét. Itt elhangzott már az ünnepi köszöntőkben erről néhány szó. Arra kérném Antal atyát, hogy egy kicsit dióhéjban mesélje el nekünk, hogy mi is történt a rend alapítástól kezdődően. Ugye 150 évre kiesett a köztudatból szinte a rend, aztán egy rövid időre Trianon után visszatért, aztán illegalitásba vonult a rendszerváltozásig. Hát ennyit ugye nagyjából talán lehet tudni, de hogy mégis mondjuk első sorban, hirtelenjében, nagy vonalakban mi történt a rendalapítástól mondjuk az első feloszlatásig, második József rendelettéig? Hát Boldogözséb ugye a 13. század elején alapítja, gyűjti össze a remetéket, és ez fontos, hogy nem ő az alapító így, hanem együtt alapítják meg a közösséget. Innen nagyon gyorsan terjed, már mielőtt pápai jóváhagyást kap, 1308-ban. Kis közösségek először távolabb a lakott területektől, de még egy napi járásnyira körülbelül, és ez a remete lelkületet hordozza. Aztán 14.-15. században megkapják már azt a privilégiumot, bár ma talán inkább munkának és feladatnak fognánk föl, hogy prédikálhassanak és lelkivezetést nyújthassanak a hozzájuk érkezőknek. Na ez lesz az, ami megerősödik, hogy kezdenek gyűlni oda a pálosok köré, és ez tulajdonképpen Boldogözsébnek a lelkülete, aki maga is egy, úgy mondhatnám, hogy gyűjtő ember volt, a lángok az ő látomásában ezt fejezik ki, a kegyhelyek ugyanezt fejezik ki,
ez erősödik, és ez a lelkület terjed el. Isztria, Németország felé először, aztán, illetve Lengyelország felé, és ez a növekedés egészen a törökig tart, török időkig. Ekkor még leginkább monasztikus rendként belül éltek a közösségeikben, annyira kifelé nem volt tevékenységük. Majd a török után egy nagy változás van, akkor visszatérnek ugyan, kisebb létszámokban, de már a városokban, településekben, ilyen például Pécset is, ahol most mi vagyunk, a gimnázium, a Líceum templom mellett a gimnázium, Széchenyi gimnázium, ami már egy kifejezetten városi környezet. Ebben az időben a pálosoknak egy új feladatuk van, a katolikus hitet újra erősíteni. És ez folytatódik egészen ugye, a 18. század közepéig. Amikor is jön második József rendelete, amivel felosztja a szerzeteseket, és ez mind természetesen megjelenik ennek az irodalmi vetülete az olvasókönyvben. Azt hiszem, Anna Mária, hogy a pálos költők közül, ugye a legismertebb pálos költők közül Ányos Pál és Versegi mellett, igen, Virág Benedek, talán még a Tabáni Remete, akit leginkább ismerünk, tudunk ajánlani produkciót is ebből a körből. Igen, Ányos Pál neve elhangzott, ugye ő egyike azoknak a pálosoknak, akik a 18. századi rendet jelentik, és ő meghalt ugyan 1784-ben egyébként 28 éves korában, feltehetően egy súlyos, gyors lefolyású betegség, rákos betegség végezhetett vele. Meghalt 28 évesen, két évvel korábban, mint ahogy a rendet feloszlatta második József. Ugye ez a bizonyos türelmi rendet 1781-es, aminek a végrehajtása nem azonnal történik. Nem egyszerre oszlatja föl második József azokat a szerzetes rendeket, amelyek szerinte nem végeznek úgymond hasznos munkát polgári értelemben, tehát nem tanítók vagy betegápolók. Nota bene, a pálosok a 18. században tanítottak is, ez egy másik történet. És azért mondtam mindezt el, mert Ányos Pál hallja, tudása van arról az elefánti kolostorban, ez a felföldön, a felvidéken, a mai felvidéken lévő egykori pálos kolostor, hogy a kamalduliakat 1782-83-ban már eléri a feloszlatás. És ott a szomszédságban, a Zoborhegyén voltak ezek a szerzetesek, és erre is ír egy egészen erőteljes verset, az az Ányos, akinek egyébként egészen más hangját ismerjük, aki az irodalomban jártas, az leginkább őt a szentimentalizmus költőjeként szokta olvasni, hogy így mondjam. És van egy ilyen nagy energiájú verse a kamalduliak feloszlatása ellen is, és aztán nem sokkal később megírja a Kalapos király című hosszú és egyébként befejezetlen költeményét, amelyből most részleteket fogunk hallani nem sokára a Lázár Csaba színművész előadásában. Még sem szűnsz, kegyetlen, szívünket gázolni. Nem elég még a könyv, még többnek kell folyni. Képtelen fajzás, véred gyalázatja, gyilkos a népednek, nem pedig len atya. Ez a hálaadás oly szent hívségünkért, házadért kiontott számtalan vérünkért. Iszonyú hatalom. Még ez nem volt nálunk, hogy korona nélkül lett volna királyunk. De ez megelégszik, hogy kalap van fején, mert 300 000 zsoldos él kenyerén. Miért gyermekségedben nem tudtuk felőled, hogy kalapos király fog lenni belőled? Hidd el, hogy véled is másképp bántunk volna. Most kegyetlenséged magyart nem gázolna.
Ausztria volna most egész birodalmad, s még ott is rettegne előttünk hatalmad. Azért, míg koronánk homlokodra nem száll, erőszakos úr vagy, nem pedig len király. Antal atya, mikor tért vissza a rend Magyarországra ezek után, és mi történt a kommunista diktatúra évtizedei alatt a rend tagjaival? 1934, ez az év, amikor sikerült megoldani, megszervezni lengyel segítséggel azt, hogy visszatérjenek. Sokat jelentett akkor a lengyel pálosatyáknak a jelenléte. Ugye teljesen újból indult, itt Magyarországon először Pécsen, aztán, illetve Budapesten Pécset, majd Pálosszentkúton 1940-ben a pálos élet. Kicsiny hat tagú közösségekben körülbelül később növekedett, de egy nagy virágzás, nagy indulás volt. Az emberek nyilván már nem emlékeztek annyira, hogy kik is ezek, de valamiféle történelmi emlékezet volt még, és nagyon gyorsan mai szóval befutottak, és ez úgy gondolom, hogy virágzott is volna nagyon szépen, hogyha nem jön 1950. Amikor többen börtönbe kerültek, illetve kicsit később, majd a Grösper kapcsán, viszont titokban éltek, úgynevezett klandesztin módon, klandesztin pálosokként, és volt, amikor csak egy ilyen kis darab fehér ruhát őriztek a zsebükben, amikor összegyűltek, ez volt az, ami emlékeztette őket arra, hogy ők pálosok. Hát találkozgattak és őrizték a lángot ezek az alatt, az évtizedek alatt. Így adták át nekünk aztán 1909-ben a stafétát. Antal atya még ismerhetett közülük néhányat. Hogyan emlékszik rájuk? Hát sőt, még most is élnek közöttünk. Két atya, Levente atya, József atya. Ők a 60-as években kezdték el a pálos életet. Ők egy újabb generáció, de volt egy korábbi, ugye, akik a 30-as években kezdték el. Őket is ismerhettem, például Máté Péter atyát, aki engem fölvett a rendbe 98-ba. Egy nagyon fontos talán azt elmondani, hogy egy olyan kornak a tanúja volt ő is, meg aztán néhány másik atya az idősebbek közül, ami számunkra már kicsit távoli, így a 21. századi emberek számára. Távoli az az egyszerűség, ahogy ők a szerzetességet fölfogták, nyilván a kor is hozzájárult, de jó volt, nagyon-nagyon hálás vagyok Istennek, hogy együtt lehettem velük még, és ha nem is tudom megvalósítani ma azt a körülmények miatt is, meg hát más személyes magam miatt is, de az nagyon bennem él még, hogy ahogy ők ott voltak az imádságon, ahogy jelen voltak a kegyszerűségével, a csenddel, a letisztultságukkal, azt gondolom nem tudom elfelejteni. Ennek a korszaknak az emlékiratai megjelennek a pálos antológiában. Ajánlhatunk ebből részletet, és nem csak az emlékiratokból, hanem ebben a korszakban ugyancsak egy nagyon érdekes vers is keletkezett. Igen, ezeket az emlékiratokat sokszor megrendítő olvasni, vagy éppen megható. Ugye itt az 1934-es újraindulásról van egyrészt szó, sajtóhírek igazolják, itt őrizzük a törzsgyűjteményünkben ezeket az újságokat, hogy amikor 1934-ben megérkeztek a pálosok, ott a Gellért téren egy 50 000-es fős tömeg fogadta őket, és úgy zajlott egy szentmise. És ugye itt a hosszú 19. századnál is hosszabb időről van szó, amíg nem lehettek jelen. Ezt én mindig igyekszem elmondani. Ugye 1786 és 1934. Csak úgy nagyjából kérem, hogy gondoljanak bele mindannyian a történelmi kulisszába, amit ide föl tudunk sorakoztatni. A 18-19. Század fordulója
a nemzetté válásunknak az úgynevezett kulturális szakasza, majd a politikai szakasza, a reformkor, a 48-as, 49-es szabadságharc és forradalom és szabadságharc, és így sorolhatnánk tovább, most ezt el is engedem, de ugye Trianonig fut az emlékezet, és utána is még eltelik másfél évtized, mire a Horthy korszakban visszajönnek. Tehát egyrészt ezeket olvashatjuk, ezekből a visszaemlékezésekből olvashatunk, másrészt pedig azoknak az atyáknak a visszaemlékezéséből, akiket nem akármilyen módon hurcoltak meg. Ennek már örvendetes módon nagyon sok fiatal kutatója van ma, általában a katolikus egyház, illetve más keresztény felekezetek meghurcoltatásának és hívők meghurcoltatásának is, de az irodalmi szövegek is tanúbizonyságot adnak. Még egy dolog, mielőtt ismét Lázár Csaba és aztán Huzella Péter előadóművész következnék, azokkal a szövegekkel, amelyekre Ágnes az előbb utalt, hogy nagyon sok olyan szövegrészlet van az emlékiratok között, amelyeket tulajdonképpen kéziratból közlök a rend jóvoltából és engedélyével, tehát még soha nem jelentek meg másút. És konkrétan akkor, most Bolyós Ákos klandesztín, azaz rejtett Pálos atyának, aki ugyanakkor még az 50 előtti időszakból származik, hogy így mondjam, mint szerzetes, a visszaemlékezéseiből fogunk hallani egy részletet, majd pedig közvetlenül utána az a bizonyos különleges vers, amit Ágnes mondott. Gérec Attila nevét egyre többen ismerik, ugye ő 1956 egyik mártírja, a költő, az egykori öttusázó, akit 1956. november 7-én ért az a bizonyos végzetes lövéssorozat a Rókus Kórház közelében. Az ő verse következik majd Huzella Péter megzenésítésében és előadásában. Részlet Páter Bolyós Rezső Ákos pálos szerzetes, a Pálosok Magyarországon a 20. század első felében című visszaemlékezéséből. Mi asszisztálunk Grősz érsek perében, aki még 1950. szeptember 8-án az állammal megegyező partner volt. Most fővádlott. Szegény csellár Jenő István és vezératya György Ferenc a főperben szerepel. Csellár 10 évet, vezér kötelet kap. A kisebb asszisztenciában én vagyok a vezér, 10 év börtönnel. Összesen vagy 150 évet kapunk. Nem kímélve szegény dolgozó testvéreket, akik tehenet fejtek, főztek, vagy csöprögettek, takarítottak, de pálosok voltak. Amikor a börtön orvostól valami idegcsillapítót kérünk, megkérdezi, hány évet kaptunk? 10 évet, volt a válasz. Akkor nekem is fájna a fejem, mondja, és magunkra hagy. A sok-sok embertelenség között csak az volt a vigaszunk, ha egymást láthattuk, és életem legnagyobb élménye az a szép példa, amit a legegyszerűbb testvérek is adtak arra, hogyan kell keresztényien viselni a keresztet, és hogyan lehet egymáson segíteni a legnagyobb nehézségek közepette is. A pálosok a börtönben is missziót töltenek be. Mindig szívesen vállalják a nehezebb részt, és nem válnak besúgókká egy csajka ételért, amit sajnos sokan megtesznek. Páter Tádé, Bihar Árpád mondja, mivel kidobálták a börtönkápolnából a papot, az úr minket passzírozott be, hogy legyenek lelkivezetők a mai börtönökben is. Ám bár ez csak munka közben, vagy ellopott pillanatokban volt lehetséges. Majdnem 5 év múlva, 1956 telén kezdik felszámolni a Grőszpert. Néhányunkat február 28-án az egész csoportot a nyár folyamán engedik ki a börtönből. Fagyos, téli vasárnapon érkezem anyámhoz. 5 évi távollét után idegesen, mint egy riadt nyúl. Lakásukból miattam kidobták szüleimet. Apám még 1954 telén belehal szomorúságába.
Anyámnak néhány száz forint nyugdíjat adnak. Pedig apám 12 éves korától bányász volt, de az most nem számít. A helybeli plébános és a környék papjai felkarolnak. Lemegyek Pécsre, de börtönviselteket nem alkalmazhat a püspök. A püspöki hivatalban Schillinger Bádogos az ügyek vezetője és Vaskúti idehelyezett irodaigazgató. Két órán át igyekszik a párt részére megagitálni. Undorodom. Kántornak állok be az ágostontéri plébánián, ahol Schmidt Béla rendtársam a káplán, és éppen nyugdíjba kerül az öreg kántor. Páter Schmidt szívesen osztja meg velem a káplán szobát, és így, ha még nem is keresek valami sokat, de legalább nem terhelem szűkös körülmények között tengődő anyámat. Egybe omlott könny és a vér, nyílsebb lett az ország. Nyugatra pernyét hord a szél, tanyák, falvak sorsát. Csillag sincs, sötét az erdő, mégis mécsek égnek. Boldog özséb szól az első pálos remetéknek. Száj ragyog, te mennyei fény, angyal színű álmok. Fájó szívén, magyar szívén, minden remetének. Add urunk, hogy rab és szegény, mint testvérre lejünk. Áld meg hazád, hogy a remény átölelje lelkünk. Kicsinylán a hit, de tiszta fehér, mint gúnyájuk. Sötét erdő súgja vissza csöndes imádságuk. Nézd le ránk, kik romok felett, fohászkodunk hozzád. Áld meg mind, kik fegyver helyett keresztet hordozzád. Száj ragyog, te mennyei fény, angyal szárnyú éne. Fájó szívén, minden szívén, minden remetének. Add urunk, hogy rab és szegény, mint testvérre lejjünk. Áld meg hazán, hogy a remény átölelje lelkünk. S barlang ölén, cellák sötét mélyén, fények gyúlnak. Népedért szólj, boldog özséb, mondj imát az Úrnak. Hívd egybe, ki hív és magyar, hív kisebb elékes. Győzni fog, ki hinni akar, s áldozatra képes. Száj ragyog, te mennyei fény, angyal szárnyú ének. Fájó szívén, magyar szívén, minden remeténe. Add urunk, hogy a rab és szegény, mint testvérre lejjünk. Áld meg hazánk, hogy a remény átölelje lelkünk. Száj ragyog, te mennyei fény, angyal szárnyú ének. Fájó szívén, magyar szívén, minden remetének. Add urunk, hogy a rab és szegény, mint testvérre lejjünk. Áld meg hazánk, hogy a remény átölelje lelkünk. Az imént hallottakkal már is benne járunk ennek a hiánypótló 750 oldalas antológiának a sűrűjében. Tulajdonképpen felöleli majd a 800 évét a magyar irodalomnak. Hogyan válogattál, hogyan osztottad föl az antológiát?
A legnehezebb dolog volt voltak éppen a szerkezetnek a kialakítása, hiszen, amint mondtam, volt már, amikor elkezdtem a munkát, egy több mint 200 oldalas, én úgy hívtam, hogy kanavász, egy ilyen kusza, színes gyűjtemény. Az nyilvánvaló volt, hogy azok a szerzők, akik a rend legjelentősebb, legismertebb szerzői, elhangzott már néhány név, és most hozzáteszem Martinuzzi Fráter Györgyöt, ők önálló fejezetet kérnek. Martinuzzi Fráter Györgyről nagyon sok szép irodalmi munka van. Ányosék pedig ugye egyrészt a saját műveikkel szerepelnek, egyfajta válogatott kisebb mini antológia az egyes fejezetekben ez. És igyekeztem mindig azt is megmutatni, hogy az adott szerzőkhöz kapcsolódó irodalom hogyan mutatkozik meg. És így került bele Tandori Dezső is, amit főigazgató úr is mondott a köszöntőjében, aki például pont Ányosról ír egy finom tollú elemzést, nem is Ányosról, hanem Ányosnak a fordulatairól. És hadd mondjam el azt is, hogy nagyon fontos az is, hogy én itt dolgozom a Széchenyi Könyvtárban, nem csak azért, amire talán kézenfekvően gondolna mindenki, hogy itt minden megvan, hanem mert itt egészen kivételes segítségeket lehet kapni, hogyha az ember kérdez. És tényleg a teljesség igénye nélkül, de itt is van néhány arc. Egyrészt azok, akik folyamatosan biztattak, másrészt pedig látom Madas Edit professzorasszonyt, aki kérésemre egy éjszaka alatt átnézett egy fejezetet, a Remete Szent Pál érintettségű témákat és az érdi kódexre való különös tekintettel a témákat. Zsupán Edinának is köszönöm ezúton is, hogy a Kaszanáte Korvináról szóló fejezetet lektorálta, segítette, beszélgettünk róla. És mondhatnék még számos példát, mondjuk Heltai Jánost, akivel egy folyosói beszélgetés kapcsán megpróbáltuk kitalálni, hogy akkor mégiscsak el kéne mondani az embereknek ebben a kötetben, hogy mi is az, hogy nyelvemlék, mert... ez olyan nehéz, úgy azt hisszük, hogy ez könnyen definiálható, de az ő vele való megbeszélés, és aztán az ő kontrollja után mertem leírni egy jegyzetbe azt, hogy mi is az, hogy nyelvemlék, hogy általánosságban hogyan is gondolkodjunk erről. Vagy említem kézirattárunk vezetőjét, Földesi Ferencet, aki kérésemre lefordította a Pálos iskola drámákban lévő szerzi utasításokat, amelyek a kritikai kiadásokban sincsenek lefordítva latinból. És sorolhatnám még tovább. És azokat a kollégákat is, akik teljesen hiába dolgoztak nekem, vagy segítettek nekem, mert hogy végül nem lettek képek ebben a kötetben. Amikor Török Máté elkezdte tördelni, be is tördelte, meg is van egy fájban valahol, az első fejezeteket képekkel, akkor még azt hittük, hogy ez így menni fog, de aztán kiderült, hogy hát akkor két ilyen vastag kötet lenne, és az már sehogy nem fért bele a költségvetésbe, meg az időbe se. Úgyhogy én ezúton remélem, vagy ezúton is, hogy majd egyszer lesz egy kétkötetes kiadása ennek a gyönyörű könyvnek, amelyben képek is lesznek, annál is inkább, mert a Széchenyi Könyvtár őrzi nagyon jelentős részét azoknak a képeknek, amelyekkel például díszíteném ezt a könyvet. Egy példát hagy mondjak, mert hogy talán ezt mindenki ismeri, a Lázár térkép, a Tabula Hungariae, amely 1528-as térkép, ugye két évvel vagyunk Mohács után, és nem csak a mohácsi csata ábrázolása van rajta, hanem ott van rajta a rendi generális székhelye, Budaszentlőrinc, és árulkodó módon van ott, mert nem úgy van ott, hogy Budaszentlőrinc, hanem egy hírességéről, tudnélik, Remete Szent Párról van elnevezve, hiszen ott őrizték Remete Szent Pál erekjéjét, amit Nagy Lajos király szerzett meg kalandos úton, ez is önmagában egy külön történet a pálosok számára. Szóval ott van ezen a térképen, mint S. Pauli, ugye Szent Pálnak nevezték ezt a helyet, ahova nagyon sok zarándok járt, és azoknak a csodáknak és történeteknek az egyik megörökítője az a Hadnagy Bálint, aki pedig éppen Sarba Gábornak az egyik fő kutatási területe. És Ágnes, hogyha belekezdtem már, akkor itt hadd mondjam egy kicsit tovább már a nevekkel, hogy itt ül a két szakmai lektor. Gábort már emlegettem kétszer is, és Banyolánt is szeretném említeni, akiknek szintén köszönöm, hogy nagy türelemmel nézték végig az én jegyzetapparátusomat is, főleg Jolán volt az, aki ebben küzdött. Nem is olyan egyszerű, nem tudom hány ezer jegyzet van a kötetben, de van bőven.
És köszönöm azt, hogy türelemmel viselték azt a sok kérdést és húzavonát, ami járt ezzel a kötettel. És közben említetted már a nyelvemlékeket is, amelyeket a könyvtár őriz, a páros nyelvemlékeket, sőt ugye a festetics kódexből az elején elmondtad azt a gyönyörű imát, és említettél egy Korvinát, amit ugyan nem a könyvtár őriz, de mégis páros vonatkozásokat mutat. Igen, ez egy nagyon érdekes történet, és már itt az elején mondom, hogy még kutatást igényelnek a dolgok, úgyhogy ebben nem is, már hogy nem az enyémet, hanem a szakértőkét. Az Casanate Corvinaként szokták emlegetni azt az Itáliában őrzött Corvinát, amely egy középkori, egy 14. század végén keletkezett. Tulajdonképpen most leegyszerűsítem egy kicsit, egy orvosi könyv, egy szép képes, gyönyörű képes orvosi könyv, amelyben vannak magyar nyelvű bejegyzések. Itt szemben az úgynevezett Corvina falunkon is látható kettő grafikailag kiemelve, az apró bojtorján és a dinnye mindenképpen könnyen megtalálható. És azért érdekes, mert ebben van egy olyan latin nyelvű bejegyzés is, amely körülbelül azt jelenti, vagy így szól magyarul, hogy és ezt mind kipróbálták Remete Szent Pál remetéi. Ez egyébként egy birkák gyógyításával kapcsolatos receptre vonatkozik. Nem tudni pontosan, és ezért mondom, hogy kutatást igényel, hogy ezek mikor és hol kerültek ebbe a Corvinába, de egy biztos, mert erről viszont van adatunk, hogy Hunyadi Mátyás nagyon jobban volt a páros generálissal, Gergely generálissal. Az 1520-as években keletkezett rendi krónika, amit Gyöngyösi Gergely nevéhez kötünk, és egyébként az egyetlen fennmaradt középkori rendtörténeti szöveg, ez egy latin nyelvű szöveg, őrzi a király alakját, Hunyadi Mátyás alakját többszörösen is, és nagyon érdekes módon idézi fel például azt a jelenetet, amint Gergely generális atya kifejezetten a király kérésére lement néha a borospincébe is, és addig nem jöttek föl, míg a királyot meg nem vigasztalódott, meg jól kibeszélték magukat, és több ilyen hely van, egy alkalommal tanulja annak a király, hogy a bűnbánati fegyelme milyen szigorú a pálosoknak, vagy egy alkalommal rangrejtve jön, és kopogtat csak az ajtón, mire az ajtós testvér, ahogy a rend követ nem engedi be még a királyt sem, hanem szól a generális atyának, akik éppen vacsoráznak, hogy itt a király, és hogy mi legyen. És ez azért mondtam el, mert az, hogy a rend központja, Buda-Szentlőrinc, ugye ez a mai Budakeszi úton van a Szépjuhászné megállónál, így szoktuk meghatározni a helyét, és a budai királyi palota között milyen kapcsolat volt, azt nem lehet tudni. Éppen ezért arról nem lehet igazán, vagy pontosan tudni. Nem lehet arról se semmit mondani, hogy ebbe a Corvinába mikor és hol és kinek a keze által kerültek be ezek az egyrészt magyar nyelvű bejegyzések, tehát a növénynevek, másrészt pedig ez a bizonyos bejegyzés, hogy és ezt kipróbálták Remete Szent Pál testvérei. Úgyhogy majd erről a Corvina kutatók egyszer sokkal többet és bölcsebben. Reméljük. Antal atya, talán nem túlzás azt állítani, hogy mostanában a pálosokról szóló ismeretek új reneszánszát éljük mindenféle kutatások témájában. Kolostorok, hasonlók. Igen, igen. Hát a kiállítások ugye azok talán most a legszembetűnőbbek, de talán mondhatom, hogy a háttérben zajlanak, meg a felszín alatt ásatások is, amelyek új dolgokat is feltárnak. Például éppen a Nemzeti Múzeum kiállításában, ami most utazó kiállítása lett, megtalálhatok olyan leletanyagok, amelyek először láttak napvilágot, amelyek a pálos kútból, onnan sok minden előjött például, vagy éppen olyan gazdálkodással kapcsolatos tárgyi emlékek, amik azért sokat mondhatnak el, hogyha valaki ezt komolyan kutatja. Nyilván önmagukban a tárgyak kevesek, ahhoz kell a háttértudomány, hogy ezeknek az összefüggéseit is bemutassa. De én nagyon remélem azt, hogy majd egyre közelebb kerül hozzánk az a világ, ez a közösségi világ vagy gondolkodás is, amit ők megéltek ezeknél a kolostoroknál.
talán ugye a legismertebb mostan utolsó években leginkább kutatott a Balatonszemesi kolostor. Alpolgármester úr is itt van, köszönjük, hogy eljött. Ahol Vég András, nemrég sajnos temettük őt, kutató volt, játszott főszerepet ebben, és az ő nagy-nagy lelkesedése. Tehát itt jött elő sok minden olyan új dolog, amit nem is gondoltunk volna, ők se. Hát talán a külső szemlélő számára az, hogy a föld alatt kapirgálnak emberek a Pálos múlt után, ez annyira nem tűnik érdekesnek. Önmagában szemlélve természetesen ez kevés. Nagyon fontos, hogy összefüggésben tudjuk kezelni ezeket az új ismereteket, és itt kell azt mondani, hogy az irodalomnak a ismerete és ezeknek a tárgyi emlékeknek az ismerete együtt többet tud mondani. Ezt kicsit egy hátsó szándékkal is kérdeztem, mert az antológiában Anna Máriának van egy nagyon sajátos kolostor disztihonja. Arra gondoltam, hogy ebből idézhetnénk egy kicsit. Igen, ez még 2009-ben készült, amikor azzal is szembesültem a Pálos műsor összeállítása során, hogy a kolostorok egykori számosságát nem lehet megmutatni. Ugye a kutatók nagyon higgadtan és okosan soha nem mondanak számot, hogy összesen hány kolostor volt Magyarországon, mert mindig visszakérdeznek, hogy melyik évtizedben. Ugye 1526 előtt volt a legtöbb természetesen, viszont én megpróbáltam 2009-ben ezeket a kolostor neveket versbe szedni, mégpedig egy antik formába, a disztihonba, ami ugye egy hexameter és egy pentameter sorból áll. Ez egy eléggé nehéz dolog volt. Körülbelül 70 kolostor nevet tudtam belegyömöszölni, és nem is lett volna érdekes ez az egész, meg egyébként tényleg így önmagában nem is érdekes, hogyha nem zenésítette volna meg a Mistral, és a színpadról pedig nagyon érdekes, ahogyan egy ilyen, sajnos most ők nem tudtak mind eljönni, és ezért ez nem is tud elhangozni, ahogyan egy ilyen nagyon ritmikus, rokkos lüktetésben, én ezt most nem próbálom meg imitálni, csak az első hármat felolvasom önöknek. Szent lélek, Buda Szent Lőrinc, Göncz Nosztrá Jakab hegy, tolt hangony patlan, csú tenyere vállus. Három hegy toronyaja, klastrom puszta keresztúr, Szent László tálod, Szent Jeromos daruvár. Dédes Szent lélek, Uzsavázsony gombaszeg újház, Sopron bánfalva, Zsámbék jaszna gorá. Vagy gurá. Köszönöm. Akkor befejezésül mindkettőjükhöz egy kérdés, hogy milyen gondolatokkal ajánlaná az olvasókönyvet, a Pálos antológiát az olvasók figyelmébe? Nekem a szentírási redakciók jutnak az eszem, amikről tanultuk annak idején a teológián, hogy elővették a szentírás szerzői vagy redaktorai újra meg újra a régi hagyományokat, és újra rendezték. Valami ilyesmit sejtek ebben a kötetben. Anna Mária egy olyan rendbe rakta egymás mellé ezeket a fragmentumokat, amelyek egy új rálátást adnak a Pálos történelemre, Pálos életre. Természetesen bele kell mélyedni, mint ahogy a Szentírásba is bele kell mélyedni. Tehát azt hiszem, hogy ha szeretnénk, és ez az üzenet, ha szeretnénk megismerkedni a Pálos rend múltjával, lelkiségével, akkor ez a kötet tud hozzáadni egy olyan merítést, ami munkásan, tehát energiabefektetéssel, de azt hiszem megéri meríteni. Köszönjük. Anna Mária? Én tanár vagyok, és biztos, hogy mindig tetten érni is ezt rajtam. Tanítottam is egy ideig, és azt meggyőződésem, hogy
arról, hogy magyar, meg magyar múlt, meg identitás, arról nem is kell olyan nagyon sokat beszélni, hanem ismereteket kell szerezni. És én úgy gondolom, hogy aki ismereteket szerez, és nyitott arra, hogy mondjuk van a magyar művelődés történetnek egy pálos szelete is, az belelapozhat ebbe a könyvbe, leteheti bármikor, bele tud csippenteni itt is, ott is, akár egy fejezetet, netán épp Ányos Pált, vagy egy másikat megnézni benne. És akkor talán gazdagodik, vagy máshogy, vagy még valami odafonódik a korábbi ismereteihez. Azt hiszem, hogy ez az üzenet, hogy azt hiszem, hogy egy kicsit az identitáshoz hozzá tud talán kapcsolódni ez a könyv. És azt hiszem, hogy ehhez nagyon szépen kapcsolódik az, ami engem nagyon megragadott ebben, hogy hagyj legyek ennyire személyes, amikor kinyitottam a könyvet, az ami, az, az idézet, amivel indul, az az 1676-ból származó nagyszombati ünnepi beszédrészlet. Ez arra rímel, amit elmondtál. Igen, van egy mottója, minden fejezet élén van mottó, de van az egész könyvnek is egy mottója. Kéri János pálos generálisnak egy 17. századi szereplőről van szó. Egy latin nyelvű beszéde, amelyből egy fordítás részlet, amit a nagyszombati egyetem pálosainak a doktorra avatásakor mondott. Tehát a vezető így beszélt a pálosaihoz, a többi páloshoz. A tudományok legmagasabb csúcsát elérve az emberek szokásait és vágyait tegyék jobbakká. Szeressék az összetartó népet, a szétválasztottakat kapcsolják össze. Legjobban szeressétek anyátokat, Magyarországot, amelyet most annyi baj, szerencsétlenség és belső harc pusztít. Munkálkodjatok szeretett hazánk helyreállításán. És még annyit ehhez lábjegyzetként, hogy ez az a Kéri János, aki eltemette, temetési beszéde ránk maradt a költő Zrínyi Miklóst is. Ennek a temetési beszédnek egy fordítás részlete is szerepel ebben a kötetben. És akkor mivel búcsúzunk a kedves vendégektől? A kedves vendégektől Huzála Péter énekével búcsúzunk. Versegi Ferenc egy költeményét fogja elénekelni. A Szabadság az a címe. Ez egy nagyon érdekes költemény, ugyanis a szabadság és a szerelem egymás mellé rendelődik ebben a költeményben. És megjelenik benne Laura, a szerelmes, és akik itt ülnek a teremben, azok nyilván tudják, hogy Laura szimbolikus, Petrarka óta a nőt jeleníti meg, egy elképzelt, vagy vágyott, vagy nem is létező nőt. De ami miatt nagyon érdekes ez a vers, hogy a szabadság és a szerelem nekünk Petőfi eszenciális négy sorából ismert joggal. És azt meg tudjuk, hogy Petőfi Versegit nagyon jól ismerte, ott volt a könyvtárában Versegi kötete. Versegi abban az időben sokkal népszerűbb szerző volt, egy elképesztő értelmiségi volt a 18-19. Század fordulóján, egy nehéz pali, azt hiszem mondhatom így, aki ugye a Martinovics összeesküvésbe is belekeveredett, és börtönviselt volt, és 9 évet ült börtönbe, Kazincival raboskodott többek között, és így tovább hosszan-hosszan. De most következzék ez a vers, a szabadság, és ne felejtsük, hogy a francia forradalom első szakaszában vagyunk, amikor ez a költemény született. Legnagyobb kincs a szabadság, vérrel szerzik azt a nemzetek. Én is benned szép szabadság, védhetetlen kincset tisztelek. A királyi bíborokkal fel nem váltanám, a világot minden jókkal néki áldozám. A királyi bíborokkal fel nem váltanám, a világot minden jókkal néki áldozám. Legnagyobb kincs a szabadság, vérrel szerzik azt a nemzetek. Én is benned szép szabadság, véhetetlen kincset tisztelek. Add, szerelmes Laurám, a te szívedet, én legottan elcserélem e nagy kincsemet. Add, szerelmes Laurám, a te szívedet, ímleg ottan elcserélem e nagy kincsemet.
Legnagyobb kincs a szabadság, vérrel szerzik azt a nemzetek. Én is benned szép szabadság, mérhetetlen kincset tisztelek. A királyi bíborokkal fel nem váltanám, a világot minden jókkal néki áldozám. A szerelmes Laurám, a te szívedet, ím legottan elcserélem e nagy kincsemet. Legnagyobb kincs a szabadság,